elküldtem, vezettem. Connecticutból? Los Angelesből. Fél éve átköltöztem. Aztán miért? Először is, mert Beverly Hillsben rengeteg a pénzes pasas. Azt sem tudják, mit csináljanak a millióikkal. De te megmondod neki? De megáll. Befektetési tanácsadó lettem. Hogy megy? Nem panaszkodom, miért? De állati szarul nézel ki. Köszönjük! Van-e kedved még bekukantani?
narkos zombi vázülelek, ráadásul a 10 éves fiamnak derékig ér a haja, és úgy néz ki, mint egy nyomorult csavargó! Lazítsam már egy kicsit! Csoda, hogy én nem tartóztat el az erkölcsrendészet! Csos, természetes, hogy az ember vonzódik a szexhez, a testet nem lehet becsapni! Csapni nem, de kordával lehet tartani! Ha jól emlékszem, fiatal korodban te sem voltál éppen egy szerelem. Az más! A mi kapcsolatunk nem egy alkalmi viszony, ami egyetlen éjszakáról szól. Nem, a mi kapcsolatunk egy alkalmi viszony, ami 15 éjszakáról szól, George. Doris, hogy mondhatsz ilyen nekünk? Nekünk közös emlékeink vannak, együtt szültünk, nem emlékszel? Elmész az egyetemre, és otthon hagyod? Ah, elég mostanában sokat van otthon, mert szagom egy biztosítást írjuk. És Helen? Helen jól van. Tudod, Nick? Mondjál már erről egy történetet, amiből kiderül, hogy milyen szemét tud lenni. Nem volt szó. Jaj, csak Isten szerelmé, hát mindkettőnknek szüksége van valamire, ami újra összeadt minket. Ha elmondasz egy történetet arról, hogy Helen ilyen szemét, majd jobban értékezhetnék. Oké, Helen! Rémes humora van! Ah! És a lehető legképtelenebb helyzetekben tör elő belőle. Szerződést kötöttem egy ügyféllel, aki meghívott a házába egy koktélra. Elég feszélyezett volt a hangulat, de valahogy átfelkőttük magunkat az italokon. Már épp indulni készültünk, amikor megtörtént a baj. Ahelyett, hogy kiléptem volna a bejárati ajtón, én beléptem a gardrób szekrénybe. Nem nagy dolog, mással is megesett, csak én elkövettem azt a hibát, hogy bent is maradtam. George! Te nem maradtál a gardrób szekrényben? Nem voltam benne biztos, hogy láttak, amikor bementem. Azt mondod, a várjuk egy kicsit, amíg elmennek, de pár perc múlva rá kellett jönnöm, hogy rosszul mértem föl a helyzetet, és amikor kiléptem, ott álltak mind a hárman, földbe gyökerezett lábbal, és mereven bámultak rá. Kínos helyzet volt, elhihetett, de valahogy kimagyaráztam volna, ha? Nem lép közbe, Helen! Helen! Mit csinál? Lepiskítja a szőnyeget! Persze nem rögtön. Először csak nevetni kezdett. Az oldalát fogta a lepiskolyat. Aztán végig húgyozta a perza szőnyeget! És amit mondtál? Mit mondhattam volna? Elnézést kértem a feleségem nevében, akinek az utolsó szülése volt a záróízom problémáival. Felajánlottam, hogy kitisztítatom a szőnyeget. És azt mondták, van bejáró nőjük, ez semmi, teljesen fölösleges. Szerinted ez olyan mulatságos? Kívánom, Helen! Igen! És azt sem csökkenti a rajongásodat, ha elmesélem, hogy az ügyfél visszalépett! De mikor lettél ekkor a papely? Azért vagyok papely, mert nem szeretem, ha a feleségem végig húgyozza az ügyfeleik perzsáját! Változnak az időt, drágám! Túl gyorsan!
20-30 évvel ezelőtt még voltak értékeink, jó? Tudom! Tudod, feketén-fehéren látod a világot, de legalább voltak értékek! Ma meg! Csak! Madár fasiszta! Én vagyok fasiszta! Én! Vietnám
megváltoztam. De hát miért? Mert Michaelt megölték! Egy bálont. Elem összeroppan. Én nem éreztem semmit. Azt hittem, hogy csak a sok, és hogy majd később. Később sem. Semmi. Nem tudom, volt bennem más. Voltam képes más.
ennyi év után is ilyen csodálatos lesz. Drágám, ha összeszámolod, hogy hányszor csináltuk, tulajdonképpen még mindig csak a mézes hetejük fiatalak. Na, az is igaz. Nem is mondtam, időközben nagymama lettem. Tényleg nem mondtad. De nagymamával ilyen jót még soha nem szerelmeskedtem. Köszönöm. Köszönöm és köszönöm. Továbbá köszönjük a bókot. Apám, anyám, a fodrászom, és plasztikai sebészem. Hát tudod, amikor Harry oda meti, hogy de már nem az arány vagy, akit elvettem. Nem is sejt, hogy mennyire igaza van. Nem szereti az új orrodat. Harry, azt hiszi, hogy ez még a régi orrom. Nem vette észre a cserét? Szállalmas, mi? Aha. Új ruhánál még csak megérti az ember, nem? Az egy egész ornál. Meg is volt az idei savanyú történet Harryről. Aha. De George, elárulnál nekem valamit? Igen. Mióta jársz analízisre?
értékrendszer változás. Egy nap végül adottam a 150 ezer dolláros házamon, három autón a garázsban, az úszómedencében. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy ez a státuszszimbólum hajszamon az egész életem értelmez. Úgyhogy elhatároztam, megtalálom végre, hogy ki vagyok valójában, és mit akarok az élettől. És mit szól Helen az értékrendszer változáshoz? Kezdetben kissé hevesen reagált. Magától értetődően el kellett simítani némi interpersonális konfliktusokat. Oh. De első meditáció alkalmával például hozzávágott egy érett grapefruitot. Kívánom el! Nem, már egész jól van. Kerámiázik, korongozik, sőt, néha verseket írt. És te miből élsz, John? Nagyon szerényen én. Amire szükségem van, az egyszerű, becsületes munkával is megkereshetem. Ha, hát mit csinálsz? Bárhogorista vagyok. A magányos szívek klubjában. Hadd majd meg! Halló! Szervusz, Liz! Nem, Liz, ez az utolsó ajánlatunk. Nekik sokkal nagyobb szükségünk van rájuk, mint nekünk rájuk. Hogyha nem tetszik nekik, akkor lehúzhatják magukat, de nem fogják nyerni, jó? Liz! Más nem keresek? Tudod, hogy itt megtalálsz. Szervusz, Liz! Csak veszek még egy boltot. Minek? Hogy minek? Pénz! Pénz? Ezért csinálod, hogy pénzed legyen? Nem, pénz és hatalom! Ó, oh, igen! Te biztosan szimpatizálsz a női emancipációs mozgalommal, csak. Én mindenfajta emancipációs mozgalommal szimpatizálok. Ez két mutatás. A férfiak mindig is kizsákmányolták a nőket. Igen. És ebben a mai világban egy nő csak is kizárólag akkor is mennek el igazán, hogyha a pénze még a fenekén vissza. Igen, és meg van minden? Hát, megtekintve egy-két apróságtól. Lenne az. Úgy tűnik, hogy útközben valahol elveszítettem a férjemet. Elveszítetted. Nem tudom, hogy elveszítettem meg, vagy csak nem a szokott helyére tettem, és most meg nem találom. Na. Négy napja elment otthonról, és még nem jelentkezett. Akarsz beszélni róla? Tényleg, csak ne bánjunk bele, mint egy gyermek, pszichológus, meg arra megyek az ilyen dumától. Nagyszerű. Igen. Ugyanis a benned felgyülemlett frusztrációt, meg agressziót elhelyett rám szabadított. Kezdesz az idegeimre menni, hallod? Ez is nagyszerű. Én igen, ugyanis őszinte vagy, és az őszinteség a problémák megoldásának kulcsa. Igen. Mégis te teljesen őszinte vagy, Helenhez? Igen, megpróbálok. Tényleg? Beszéltél neki róluk? Nem, de megtehetném, nem? Elég élet már, hogy feldolgozzon egy ilyen kapcsolatot. És még ez is nagyszerű. Lehet, hogy teljesen őszinte vagy. Soha életemben nem voltam még ilyen őszinte, John. Igen, és ez milyen duma, hogy elveszítettem a férjemet, hogy nem a szopott helyére laktam. Ez jó, a jó, akkor most mitek vagyunk, tessék. Igen, megmondtad neki, hogy még mindig szereted. Isten szeremére, mi az, hogy mindig szeretem el? Hát szerintem most már miért rokok 27. éve anyorkát? Lélekre mindig veled.
rosszabb vagy, mint valaha. Ja, persze, tudom. Tudod? Hát csak bele kell érnem a tükörbe, és... Kérem, tarts egy pillanatra, jó?
Nem. Nem, Doris éppen nincs itt, de nekem beszélnem kell magával. Az... A tudomásomra jutott, hogy az elmúlt időszakban önök közt némi interpersonális konfliktus. 20 éve ismerem. Igen. 20 éve minden évben ugyanez a hétvégén. Jó barátok vagyunk. Lelki gyakorlat? Nem, arról majd egy kicsit később. Nézze, Harry, el kell mondanom magának valamit. El kell mondanom, hogy Doris. Doris szereti magát, Harry. Őszintén szereti. Egyszerűen tudom és kész. Nézze, az lesz a legjobb, ha elmesélek egy történetet, amit ma reggel hallottam, oké? Két hónapja Dorison volt a sor, hogy fogadja a 10 éves lányok cserkész csapatát. Igen, a gyerekek indiánosdét akartak játszani, de Dorisnak valamiért bent kellett maradni az irodában, ezért 2 órát később. Igen. Amikor hazaért, mit látott? Egy kis egy kopaszodó, középkorú, pocakos férfit, ami törökülésben ül a szőnyegen, a fején tollakkal, körülötte tágra mellett szemmel figyelő kislányos, ő pedig szelíden, de komolyan arról mesél, milyen volt az élet a japán hadifogói táborban. És megfordult, kiment az autóhoz és zokogni kezdett. És hálát adott az Istennek, hogy ilyen férje van, mint ön. Ott van még, Harry? Igen. Igen. Igen, látja? A házastársak néha képtelenek kifejezni, hogy mit éreznek a másik iránt. Így van! Igen, a kulcs a teljes őszinteség. Hogy én ki vagyok. O'Brien atya! Doris gyomtatója, kérlek. Igen, 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 igen. Csak
tudom később, hogy nem annyira súlyos, de, de én abban a percben úgy éreztem, hogy szüksége lehet rá. És milyen a viszonyod Harryvel érzelmében? Kényelmes. Kényelmes? Kényelmes. Nem olyan rossz, csak az ifjúság kentéről szívét a szóra. És hát a csomagjaid? Kocsik vagy? Nem tudok maradni. Miért? Olyan sok a mondani valam, és olyan kevés az idő, azt hiszem, az lesz a legjobb a rögtönben. Először is. Helen több mint 10 éve nem tudott rólunk. Mikor jöttél rá? 2 hónapja. Igen. Sosem rendezett rá? Soha. Akkor most miért mondta el? Nem mondta el. Egy régi jó barátunk, Connie. Már meséltem Connie-ról. Connie-tól tudom. 10 év volt. 10 év. És Helen még csak soha nem is célzott rá, hogy bármit is sejtem. Ez a legszebb történet, amit valaha meséltem róla. Csodálatos a szennyi feleség. Meghalt. 6 hónappal ezelőtt. Az egész olyan nagyon gyorsan történt. Rák. Aljas égbetegség. Mire észbe kaptunk már? Később. Szerettem. Nem voltam képes elmondani neki, hogy te hiszel nekem, hogy én szerettem. Ja, nem tudom, hogy mondhattam volna el ezt az egészet kíméletesebben. Hol vagy rá? Nagyon furcsa lett. Soha nem találkoztunk. Nem is hogy a legjobb barátom. Hogy vannak a gyerekek? A gyerekek túl fogják élni. Aj, nem is tudom, hogy tudtam volna ezt az egészet végig csinálni nélkül. George, miért nem kerestél? Kerestelek. Akkor tudtam meg, hogy eladtad a cégedet. Megadták az otthoni számodat is, és fel is hívtalak. Amikor meghallottam a hangod, én letettem. De tudtam, hogy ott vagy nekem, hogy számíthatok rád, és ettől sokkal jobb lett. Beszélnünk kellett. Nem akartalak lerohanni, úgy éreztem, hogy nincs hozzá jogom. Istenem, ott kell akarnod. Sokat gondoltam kettőkre. Én sorra vettem a közös élményeinket, az emlékeinket, amikor segítettünk egymásnak, emlékszel? Én... Tudtad, hogy épp 113-szor csináltuk? Ellenőriztem a zsebszámológépre. És nem csak azt tudom, hogy hányszor csináltuk, én pontosan emlékszem minden egyes alkalomra. Nem mondom komolyan. Mondj egy számot. Bármilyen számot. Gyerünk. Jó. 37. Derűs nap volt, de jött az eső. Látás szuper, nem volt rám elő. Yeah.
szerintem ki belőled, és ez fantasztikus.
magasságról és tiszteletről, és közösek az emlékeink is, és ez igenis kényelmes. Kényelmes? Kényelmes, igen, és lehet, hogy ez a házasság lényege. A kényelem? Lehet, George, én meg mondom olyan barom, hogy annak idején újra összeboronáltalak benneteket. Minden évben, ugyanekkor, ugyanúgy, itt leszek. Én képtelen vagyok egyedül élni, nekem feleség kell. Így a feleség kell. Nézd, amikor ide jöttem, tudtam, hogy van rá néni esély, hogy nem fogsz. Szóval, azt akarom mondani, hogy nélküled én valószínűleg Connie mellett. Hogy juthat ilyen hülyeség valakinek az eszébe? Csak úgy jött.
visszajöttem. Koni? Koni 81 éves. Azt gondoltam, ha azt hiszed, hogy más is pályázik rám, akkor jobbak az esélyek. Visszajöttem, és visszajövök minden éve. Amit marad, még tartom is én. Wow.